Megkezdődtek az edzések a felnőtt csapatnál is. Régi és új arcok vannak a játékosok között. Bocsi Zoltán edzőnek jelenleg nincs sok ideje formába hozni a keret tagjait, kivált úgy, hogy a közelmúltban dőlt csak el, mégis marad a megyei első osztályban a csapat. A Péter vásárral nem tudta vállalni egyéb okok miatt a megyei első osztályt, így a felnőtt csapatát visszaléptette a bajnokságtól. Valahol mindig reménykedik az ember, hogy valahogy csak benn maradunk, hát hál' Istennek ugye benn maradtunk a megyeibe, és így most próbálunk játékosokat idehozni Füzesabonyban, mert már ugye az se titok, hogy sok ember távozott az egyesülettől. A bajnokság végén biztosnak tűnt a kiesés, ennek okán 10 játékos távozott a csapattól. A további igazolásokra és a keret kiegészítésére bő egy hónapja van még a klubnak. Július 20 éjfélig lehet szabadon igazolni, de viszont augusztus 31-ig, ha két klub megegyezik, akkor lehet még igazolni. A bajnokság az most augusztus 14-15-én indul, hát a tervek szerint hazai környezetbe fogadjuk az egerszalókat. A 2021-2022-es bajnoki idényben 16 csapat játszik majd a megye egyben. Köztük az MB3-os ligából kiesett Gyöngyös és 60 is. Amit említettél is, a Gyöngyös 60, ugye gondolom náluk is az a szándék, hogy egyből visszakerüljenek ugye a magasabb osztályba. Akik itt voltak ugye az elején a tabellának, azok gondolom, hogy ők is bele szeretnének szólni a bajnokság kimenetét, és több csapatnál volt erősítés. Bocsi Zoltán számít a bajnoki címet szerzett U19-es csapat tagjaira is, viszont egy jó kapus leigazolását elengedhetetlennek tartja a szakvezető. Próbálunk úgy összehozni a felnőtt csapatot, hogy minél több helyi kötődésű és ugye saját nevelésünk. Ugye mi a tavasszal se halasztottunk egy mérkőzésre, hanem az utánpótlásra támaszkodva minden meccsünket lejátszottuk. Megpróbálunk olyan játékosokat igazolni, vagy olyan embereket idehozni, akikbe megvan az a szándék, hogy megye osztályba tartsuk a csapatot. Nagyon fontos az, hogy ugye kapus kell igazolnunk, ami szerintem, amit megmondtak az öregek is, védj egy jó kapust, utána a többit majd fel kell építeni.